Egy tanulmány szerint ismét a helyére került egy lényeges darab, miért lesz valakiből bűnöző vagy sorozatgyilkos nevű kirakósban. A kísérletben a norvég kutatók egerekbe fecskendezték gyilkosok, erőszaktevők és bandatagok vérét, majd kezdetét vette a megfigyelés. Miután megkapták az antitesteket, a rákcsálók agresszívebbé váltak társaikkal szemben és stresszre hajlamosabbak is lettek. Ez a felfedezés hatalmas mérföldkő lehet a jövőre nézve, az alábbiakban részletesen kifejtem, hogy miért. Az oszlói Akershus Egyetem kórháza 16 személy antitestjeit vizsgálta, akiket súlyos testi sértést, valamint szexuális erőszak bűncselekményének vádjával ítéltek el. A kísérleti egerekbe adrenokortikotrop hormont, angolul ACTH-t fecskendeztek, ami egy 39 aminosavból álló peptid. Elsődleges funkciója, hogy serkentse a mellékvesekérekben található glukokortikoidok, azaz különféle stresszhormonok termelését. Az ACTH az agyalapi mirigy előső lebenyében képződik, felszabadulását pedig a stressz jelentősen fokozza. Na már, most itt adódik az a kérdés, hogy a gonosz vajon a génjeinkben lakozik? A szakemberek stimulálták ugyanis az említett kortizol termelődését, magyarán beavatkoztak a stresszszabályozó hormontermelés folyamatába. Az még rejtély, hogy pontosan mi váltotta ki az agresszív védekezést, ezért a jövőben további vizsgálatok szükségesek. Arról nem beszélve, hogy 16 ember nem tekinthető reprezentatív felmérésnek, mert hogy a szakértők szerint az ACTH valamennyiünkben megtalálható, ám ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy valaki bűnözővé válik. Sergio Fetisov, a tanulmány vezetője a The Times-nak ezt nyilatkozta. Az eddigi következtetéseink tükrében a hormon túltermelődés egyike lehet azon dolgoknak, amelyek megkülönböztetik az erőszaktevésre hajlamosabb és a békés temperamentumú személyiségeket. Ha belegondoltak, ez egy igen izgalmas kérdés. Talán a nem is túl távoli jövőben már képesek lehetünk meghatározni akár már a születése pillanatában, ha valaki hajlamos lesz a gonoszságra. Ez a tudás pedig már önmagában is igen érdekes jogi és etikai kérdéseket feszeget. Ha valakiben magas az ACTH, már megbélyegezve lesz, mintha prigusza lenne, de úgy, hogy még el sem követett semmit. Az úgynevezett vérbeli gonoszság ráadásul vitatja azt a kérdést is, hogy mennyire a nevelésen és a környezeten az élet útján múlik az, hogy egyesekből gyilkosok lesznek vagy sem. A mai napig sokan az erőszakos játékokat és filmeket okolják azért, hogy valakiben megfészkel a gonosz, de erre semmilyen tudományos bizonyíték nincs mind a mai napig. Dostojevszki is feltette annak idején a költői kérdést. A betegség szülje a büntettet, vagy magának a büntetnek a sajátos természetéből következik, hogy mindig együtt jár valami betegség folyamattal. Önmagában egyik sem zárja ki a másikat, sőt. Van két tényező, mely minden sorozatgyilkosok lélekrajzában megjelenik. Zaklatott gyerekkor és a fantázia uralma az élet felett. A sorozatgyilkosok életében szinte mindig felbukkanak domináns, sokszor kegyetlenkedő alakok, és mindig volt egy nagyon nagy trauma vagy törés is az életükben, gyerekkoruk magasságában. Ott van például a leghírhettebb sorozatgyilkos esete. Ed Gein a barkácsoló sorozatgyilkos áldozatai bőréből lámpaernyőket, üléshúzatot és karkötőket készített. Hogy gyermeke ártatlanságát megőrizze, anyja meggyőzte Edwardot, hogy a nők csupán tartályok, melyekben a bűn lakozik és betegséget terjesztenek. Ed Gein szó szerint tartályokat készített a nőkből. Lakásában emberi koponyákból kialakított bögréket is találtak. David Berkowitz pedig rendszeresen kínzott apró állatokat, megmérgezte nevelőanyja kanáriát és több mint 1000-szer fogott kisebb gyújtogatásba, mielőtt 1976-ban a New Yorkot rettegésben tartó Sam fiává vált. Ed Kemper élve eltemette a család macskáját, majd kiföldelte és levágta a fejét. Jeffrey Dahmer kutyafejeket tűzött egy botra a kert végében, és még sorolhatnám. Az állatkínzás, a gyújtogatás és a kamaszkorig elhúzódó ágybavizelés számos sorozatgyilkos előéletére jellemző, de nem tudni a mai napig, hogy vajon van-e biológiai összefüggés. Ha visszamennénk az időben és minden említett úriembertől vért vennénk, csak akkor derülhetne ki. Minden esetre az ACTH lehet az egyik kulcsa annak, hogy valaki nagyon erősen lehet hajlamos átállni a sötét oldalra. Emellett nagyon sokat számít az, hogy gyerekkorban mit él át az ember, mennyi igazságtalanság vagy trauma, szenvedés éri. A szörnyű gyerekkor természetesen nem ad felmentést mások bántalmazása alól,
de segít megérteni, hogy mit okozhat egy szülő vagy rokon helytelen és káros viselkedése egy gyermekben hosszú távon. Mert így vagy úgy, de a hírhet sorozatgyilkosok szülei is a sírig esküdöztek, hogy soha nem gondolták volna, hogy magát az ördögöt nevelik fel.